Következik a szinkronizmusban most, akik voltak tavasszal, második találkozó, emlékeztek meg Kállai egyik, aki nagyon érdekes előadást tartott, földön kívül nyelven is beszélt mindenki, csak hogy a kedélyeket fokozom. Remélem, hogy egy mondatot a végén majd mondasz jó, is. Jó, ilyen szívcsakra nyitó kódra gondoltam. Ilyen imabőrös ember tőle. Mert nem az egyik kétől, hanem gyakorlatilag most azért olvasom, mert olyan hosszú címe van, ami azt jelenti, hogy az ember, mint mikrokozmosz és a piramisok kapcsolata. Ezt tudtam, hogy tényleg is említ. Ennyit kérem. Köszönöm. Na, szeretettel üdvözlök mindenkit, igazán megtisztelő ilyen előadói gárdával lehet fellépni, ugye nő is, meg még szőke haja is van. Hát egy gyilkos kombináció. Azért megpróbálok megfelelni a elvárásoknak. Néhány mondatot magamról, akik nem voltak itt a múltkori rendezvényen. Ugye ilyen egész születésem óta minden éjszaka földön kívüliektől kapok fénykód tanítási rendszereket. És gyakorlatilag az első 40-50 év az életemből úgy telt, hogy gyakorlatilag nem ébresztettek fel. Aztán az utóbbi 10 évben már a tovább képzésen folyamán minden éjszaka felébresztenek, és akkor több órán keresztül kellett nézni éber állapotban fénykódokat, amiről ugye a hosszú ideig nem tudtam, hogy ezek micsodák, úgyhogy még mint fiatal asszonyként akkor még panaszkodtam is, hogy hát már ezt a pár órát se lehet aludni. És mondták, hogy nem leszek én fáradt, úgyhogy nyugodjak meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye ez egy tipikus földön kívüli érkezés ugye a szobába, fekszel az ágyba, és akkor ugye lecsegnek a bútorok, pattog az üveg, nagy fény lesz a szobában, nem tudsz megmozdulni egyáltalán, és gyakorlatilag a szemedet kinyitod, akkor se jobb a helyzet, ha becsukod, akkor sem, mert ugyanazt látod. Nagy fehér fényben ilyen arany jelek, három dimenzióban, rendkívül gyorsan megforgatva, és gyakorlatilag utána mondták el nekem, hogy ezek az embereknek a lélek kódjai, amelyeket majd nekem ugye meg kell festenem. Tekintettel arra, hogy olyan idők jönnek, amikor ugye igyekeznek az emberből egy transzhumán lényt alkotni, és gyakorlatilag ez egy olyan rendszer, ami teljes mértékben független a gépektől. Tehát bárhova elhívhető, általában 15x20-as, 13x18-as képeket képzeljünk el, aminek az aljára szimbólumrendszereket festek, ugye ez is a kiképzésem alapját képezi. Egy szimbólum körülbelül 100-150 milliós információs rendszer tartalmaz. Tehát ezek olyan kódok, amelyek egészen a teremtés legmagasabb szintjeihez vezetnek vissza, fény információs csomagok, amelyek a lélek eszenciáját és a lélekből eredő tudás halmaz tömörítik egybe. Ez képezi a képnek az alapját. Úgy szoktam készíteni a kódokat, hogy kérek egy fényképet. Ugye a szemsú kisugárzás alapján az illetőnek a lélek eszenciáját jön az én szemembe, lejön a szívcsakrámba, ott egyesülünk a belső aurában található kristály szívvel, mert mindenkinek van egy belső aurája is, majd a fénysugárzás fölmegy az agyamba, és kiválasztja a 8,5 milliárd emberből azt a kódot, aki csak ő, azt festem a közepére, majd elkezdem a színvilágát felépíteni a képeknek, közben mágikus jeleket rajzolok bele. Van, akinek 21 dimenziós lélekkódja van. Majd az egészet lezárom egy ilyen mágikus betűsorral, amit a levegőből szoktam belecsorgatni, és amikor az illető eljön hozzám, akkor a lélekre ráhangolom, tehát egy fényhidat képezek, a lélekkód, mint fényholografikus élőlény, és az illető szívcsakrája között a kristály szívben lakó lélekkel. Ezt gyakorlatilag érezni szokták, van, aki rögtön elutazik az univerzumban, van, aki fehér fényt lát,
van, akinek kivetül az univerzumnak a holografikus felépítési rendszere, úgyhogy ilyenek ezek a fénykódok, de mivel az előadásomnak nem ez képezi most a gerincét, hanem az ember és a piramisok kapcsolata, ugye az, a Föld bolygóról is kell néhány szót ejteni. Véleményem szerint a Föld bolygó az egy hát részben mesterséges intelligencia, részben pedig élőlény. Itt gondolok a belső kristálymagjára és az abban elhelyezett programrendszerekre, illetve a 144 ezer kristály talapzata és milliónyi kristály vezetékre, amely ugye az óceánok, a hegyek alatt összekapcsolódik az emberek aurájában lévő energetikai rendszerekkel, majd tovább megy az univerzumban, az összes bolygóhoz és csillagrendszerekhez, és egy egységes rendszer képez ezáltal. És gyakorlatilag ezek a fénykódok ugyanúgy el vannak helyezve a bolygó belsejében is, de el vannak helyezve, a visszatérünk akkor a piramisokra, a piramis hálózatokban is. Gyakorlatilag ugye ezek gigantikus, mesterségesen létrehozott építmények, ezt már tudjuk. Különböző földön kívüli fajok építették őket. Nem egy faj hozta létre a piramis hálózatokat, hanem többen építették, és az annak megfelelő, fajnak megfelelő írásjelek, illetve fénykód rendszerek vannak elhelyezve részben fizikai írásban, részben a piramisok falaiban talált, nem földi elemek révén. Ezt én ugye a Gizehi platón lévő nagy piramisnál tapasztaltam meg a következőt, hogy ugye ott az ember megáll a nagy galériában, és ugye a piramisokról tudjuk, hogy fölfelé is egy háromszög, lefelé is egy háromszög, és ezáltal egy ilyen rombuszt képez, és ez még csak ugye a fizikai része. Minden piramis alatt található lelkek kutya, tehát ez egy érdekes összefüggés már az emberi létezéssel, ugye az embernek is van lelke. Ugye múltkor is beszéltem a mumifikálási szertartási rendről, amikor gyakorlatilag a testet ugye mumifikálják, és a kanopusz edényekbe elhelyeznek különböző szerveket. Ezt ugye azért teszik, és bizonyos csillagállásoknál, akkor, amikor az éterikus életláncban megfelelő pillanat van a mumifikálásra, ezt ugye Anubis papjai és a szempapság végezte annak idején Egyiptomban. Most bármikor felszeretnénk valakit ébreszteni, akkor gyakorlatilag kihelyezzük ugye a mumifikálódott testet, elhelyezzük benne a belső szerveket, majd a főpap végez egy szertartást, ez 33 nap alatt egy hát vízzel, élettel telített éterikus, tudat nélküli test lesz. Majd a főpap a lelkek kutyán keresztül a lelket visszarendeli a testbe. Ugye a lelkek kutya például a Gizehi platón találta nagy piramisnál 180 méter mélyen kezdődik lent, voltunk lent többször, onnan kezdődik ez a kút. Annak idején ugye még nem volt lezárva, most már lezárták egy ilyen hálóval, és akkor ugye megpróbáltunk ott a kútba beledobálni köveket, hát úgy képzeljétek el, hogy hát több mint 2 vagy 3 perc volt, mire koppant. Tehát az egy rendkívül mély kút, és az még csak egy rendszer. Majd ugye rögtön a lelkek kutya mellett van egy rendkívül érdekes képződvény, ami úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a nyílások és szellőző aknáknak mondják, de hát ezek nem azok. Ugye, ami a lelkek kutya mellett van, az konkrétan arra szolgál, hogy amikor a lelkek kutyából visszaér a lélek, akkor egy ilyen speciális, szimbolikus mozgást végez a piramis belsejében, mielőtt visszahelyeződne a testbe. Tehát a piramisok erre is szolgálnak,
hogy amikor visszarendeljük a lelket a testbe, akkor azon keresztül történik egy megnyilvánulás egyszer. Aztán ugye, ha a piramisoknál tartunk és Egyiptomnál, ugye a szarkofágba belefeküdt neofita vagy fáraó elutazik a csillagokba. Ugye fizikálisan is el lehet a csillagokba utazni, és el lehet tudatilag is utazni fénytestben a csillagokba. A Nagy Galériára visszatérve, ugye a piramisnak a falaiban léteznek nem földi elemeket tartalmazó fémek, amelyek bizonyos szimbólumokkal és hangkódvezérlésekkel előhívhatóak. Majd egy egységes, materializálódott piramissá, fém piramissá állnak össze a kő piramis belsejében. Majd amikor megcsinálja az ember ezt a szertartást, amit szeretne vele végrehajtani, ugyanazzal a hangvezérlési kóddal visszaküldhető a falba. Ugye a piramisoknál és a piramisok alatti építményeknél, tegnap volt nálunk ugye Bogdán Vince András és csodálatos előadást tartott a Bucsecsről, és ugye a bucsecsi hegy alatt lévő hatalmas rendszerekről, ahol gyakorlatilag szintén a falak maguktól világítanak. Ugye nem tudják, hogy honnan ered ez a fényforrás. A piramisokban rengeteg ásványi anyag található, rengeteg higany van, például az észak-amerikai, a mexikói és a dél-amerikai piramisok alatt. Tudjátok, hogy miért? Azért van rengeteg higany alatta, mert a higany csak egy atommal tél el az aranytól, és a gyakor legjobb átalakító rendszer az éteri világ elemeit hozza be a piramison keresztül, és gyakorlatilag utána energiává, fényé és hangá alakítja, ami betöltődik az embernek az aurájába. Ezáltal ugye megemeli a frekvenciáját, a rezgésszámát, attól függ, hogy milyen céllal, melyik piramisban tartózkodunk, milyen kristályok vannak körülöttünk, milyen szimbólumok vannak a testünkre rajzolva, milyen fényhieroglifák vannak a piramisnak a belső falrendszerében elhelyezve. Habu City-ben történt velem a következő. Ugye ott egészen mély az a szempapság piramisa. Második Ramszesz halotti templomának mondják, de hát annak semmi köze nincs a halotti templomhoz. Mondjuk inkább az űrutazáshoz van jobban köze, mint ehhez. Tehát ugye valamit mondani kell az embereknek. És ott nagyon szép eredeti színnel látható képek és képábrázolások is vannak, illetve nagyon mély hieroglifek. Ugye a hieroglif, mint szimbólumrendszer, az a fizikai rész. De ha tudod, hogy melyiket kell milyen idősorrendben lefogni, akkor egy gigantikus energetikai vezetékhálózat elindul a falban, a templom falánban. Megjelennek ilyen fényszimbólumok. Én ezt magam megtapasztaltam, meg többen is. Antenna rendszerek jönnek ki a templomnak a tetején, amelyek, mint egy hatalmas szatellit műhold, beállnak annak a csillagképnek az irányába, ugye, amire hangolva van a templom. Na, ugyanígy kell elképzelni a piramisokat is. Illetve a piramisoknál még arról is szót kell ejteni, hogy ugye mivel a Föld belül is lakott, ezért a lefelé álló csúcsok és az abban elhelyezett nem földi elemek és kristályrendszerek szintén hatással vannak a Föld belsejében élő lényekre vagy lénycsoportokra. A tükröződés elvén viszont nem mindegy, hogy mi emberek,
mit küldünk a piramis rendszereken keresztül, magunkon keresztül, ki az univerzumban a teremtésben, mert az ember az egy teremtő lény, az élet minden egyes pillanatában teremt, ha tud róla, ha nem. A pillangó szány lebegtetése alapján az ember hatással van az egész teremtésre, amikor azt mondják, hogy neked nincs semmi, mit tehetek én? Hát mindent tehetsz. Csak tudni kell, hogy hogyan kell ezt tenni. Először is ugye úgy, hogy negatív tartományokban nem helyezem bele magam, mert akkor automatikusan negatív teremtést csinálok. Abból meg már van itt bőven elég. Köszöni szépen, nem kér belőle senki. Hanem inkább a pozitív irányba hangolódjunk. Ha pozitív irányba hangolódunk, akkor rá tudunk hangolódni olyan rendszerekre, olyan ősi építményekbe, szobrokban. Ja, és a templomok, elfelejtettem a templomokat. Hát a templomok ugye azok maguk is úgy vannak megépítve a föld sárkány lejvonalai metszéspontján keresztül, hogy gyakorlatilag mint elnyújtott piramisok, ugye hozzák le az energetikát föntről, és ugye a régi templomoknál mindig van a tornyokon, újabban van csak kereszt, régen, főleg Erdélyben láttam, csak egy ilyen antenna-szerűség van fönt, és utána van egy nagy gömb. Ugye abban van a higany, és a higany az, ami szintén egy atommal tér el az aranytól, akkor ugye a szakrális geometriai rendszerek alapján, a szakrális építészet alapján úgy van kiképezve a templomnak az egész rendszere, illetve az abban elhelyezett képek sora. Ugye itt, ha kaloteszegnél is gyönyörű hímzés rendszerek vannak, hát az nem azért van, hogy az nem jelent ott semmit, vagy nem hoz be, mint szimbólum, óriási energiát az univerzumból. A templomnak az adó rendszere az az éteri síkra van felhangolva. Az éteri világból hozott üzeneteket, majd az építészet alapján és a szimbólumrendszer alapján átalakítja a háromdimenziós világban élő embernek az energia szintjére, és fogyaszthatóvá teszi az illetőnek az ottani információkat, hogyan gondolatok és érzések formájában. Ezért van az, hogy ugye a régi templomokat már ugye mindenféle szörnyűségekkel elhangolták, tehát mindenféle kereszteket, akkor ezeket a gömböket leszedik a tornyokról, hogy ugye ne legyen az éteri világhoz csatlakozás. Miért fontos, hogy nekünk legyen az éteri világhoz csatlakozás? Hát azért, mert a fizikai testhez először az étertest a legközelebbi fénytestünk, amely a csakráink működését befolyásolja, az fizikai testnek az állapotát és az első átjárhatóságot jelenti a magasabb dimenzióbeli lénységünk felé. Hát ugye vagyunk mi asztrál szinten, vagyunk mentál szinten, vagyunk kauzális szinten, és vagyunk univerzum összekapcsolódási szinten. Erről nekünk soha nem szabad elfeledkeznünk. Tele vagyunk olyan építményekkel, egy olyan bolygón élünk, egy olyan csodálatos bolygón, ami egy hatalmas, gigantikus, földi akasa, krónika, könyvtár. Rengeteg kristály van a testében, rengeteg arany, ezüst készlet van. És ezek azok a fémek és ásványi anyagok, amelyek az információ tárolást biztosítják. Ugye hogyan hasonlítunk mi a földbolygóra, hogyan hasonlítunk a piramisokra, hogy vagyunk mi megalkotva? Úgy vagyunk megalkotva, hogy a mi háromdimenziós testünk, a fizikai testünk is, tele van kristályokkal. Hol vannak ezek a kristályok? Először is a vérünkben. A vér a lélek hordozója. Aztán minden egyes sejtünkben benne vannak ezek a kristályok, amikor ugye én megfestem ezeket a lélekkódokat, akkor tulajdonképpen ezeket a folyékony kristálymezőket a lélek fénye és tüze által kikristályosítom
az egész emberi testet, kinyílik a kristályokban található fénymagok milliárdjai, és ahogy a piramisok falai belülről, úgy fogunk mi is világítani, belülről kifelé. Világít belülünk a lélek, a szellemnek a fénye. Miért lesz az jó nekünk? Azért lesz jó nekünk, mert 33% a fizikai részünk, de 67%-unk fényrény, fénylények vagyunk. A fénydimenziókkal csak fényrezgésekkel lehet összekapcsolódni. A Kossuth rádiót se lehet a Petőfi rádión fogni, tehát rá kell hangolódni a frekvenciára. Ugye a piramisok és a piramisokban hagyott földön kívüli eszközök, érdekes tárgyak, szimbólumrendszerek, maga, hogy ezek fel vannak építve, az alatta lévő csodálatos városok, azoknak a lakói, vannak olyan városok, amelyek teljes mértékben lakottak a mai napig is. Vannak olyanok, amelyeket időszakosan használnak, kimennek az univerzumba, visszajönnek. Úgyhogy nagy azt gondolja itt bárki, hogy az emberi faj magára van hagyva, egyáltalán szó sincs erről. Minden itt van körülöttünk, egy élő rendszerben, amire rá kell hangolódnunk, ez a titok. No, akkor én felolvasnék először egy írásomat, amit Boszniában a Holdpiramis tetején írtam. Erre én ugye, amikor kimegyek valahova, akkor megpróbálok a hely szellemiségével, az őrzőkkel összekapcsolódni. És ugye lehetőleg olyan írásokat lehozni vagy megfogalmazni, amelyek hasznára vannak az emberi fajnak, amelyek az épülését szolgálják. Hol van a füzetem? Itt van mögöttem. Jó. Tehát azt mondja, a címe a következő, a holdpiramis hidegfúziós hidrogén elmélete. A hold, mint természetes árapály jelenségek okozója az óceánoknál és a tengereknél. A holdpiramisok esetében a bennük lévő belső kristály emelő rendszerek révén a vizet a piramis belső járataiban felemelik majdnem a tetejéig. Ezek után itt a belső hold, magára a hold bolygóra gondolok, illetve a csillagenergia beáramlásra a kristályokra olyan nyomást gyakorol, amely a víz kristálykészletét, kristály szerkezetét létrehozza a teljesen szabályos hatszögek. A hatszögek azok a szent geometriai formák, melyek a mi világunk meghatározó rezgései. Ezek a rezgések formálják a boszniai holdpiramis vízkészletét, belső szerkezetét, és a csillagenergia, valamint a hold belsejében lévő belső kristálymag egyesel a hidegfúzió révén a földi víz kristály szerkezetével. A legfelső szinten úgy lehűti a vizet, hogy néhány másodpercre fagyott állapotba kerül, azonban a következő emelő kristálynál a lefelé haladás során a hőmérséklete megemelkedik, így a fagyott kristályszerkezet folyékonnyá válik. Ugyanez a kristályvíz hűti a nappiramis belső tűzenergiáját is, mely nem csak a mi napunkra, hanem a központi napra, a kolobra vagy kronoszra is hangolva van. A keringés során a vízbe a nappiramis hélium fényszerkezeti elemei belekerülnek. A nappiramisban több különleges fémszerkezet van, mely a Földben lévő fémpiramis energiáját felemeli, és az elektromágneses mező energiáját összegyűjti. Ez először a napba, majd a nap mögötti női napba áramlik. Miután a központi napba beárad, a földi napkapukon keresztül visszatér a Machu Picchura, az ott elhelyezett napoltára. Visszatérve a vízhez, a vízben a központi nap energiája is benne van. Ez a mi tejútrendszerünk közepe, ahol születnek a csillagok. A születendő csillagok energiája rendkívül nagy, így a visszatéréskör ez is a vízbe kerül. Ezután a víz a sárkánypiramisba áramlik,
ahol az elemek földi frekvenciája belekerül. Ez fixálja a földi mátrixban a vízelemet. A kristályvíz aktiválja az emberi sejtekben lévő fotocellákat, melyek a fénykicsatolódást lehetővé teszik. Ezáltal nagy mértékben hozzájárul az emberi fénytestek aktiválásához, és a sejtfrekvenciák eredeti rezgés mintázatainak rehabilitációjához. Ez a víz tehát tartalmazza mindazon szerkezeti elemeket, melyek nem találhatóak meg az emberi világban, a földi világban, de az embereket a kapcsolódási pontok révén az univerzum kristályrács hálózati rendszerén keresztül egyrészt gyógyítják, másrészt magasabb világokba emelik. A kristályvízben ezért nagy mennyiségben megtalálható préselt hélium olyan hatást fejt ki az ember vízkészletében, az a baj, hogy sötét van és nem nagyon látok, és keringési rendszerében, hogy a belső rendszer kikristályosodik. Ezáltal az információs tárolórendszere kibomlik a ki- és beáramladó információra. Így a fénycsomagokat lényegében jobb felvevő képességgel tudja magáévá tenni. Tehát röviden, gondolom érthető volt, mert nem olyan bonyolult ez, hogy maga a holdpiramis az, ami vezérli például Boszniának a alatta lévő vízkészletét, és áramoltatja végig a piramis rendszereken. Majd ugye, amikor felkerül ebbe a fagyott állapotba egy pillanatra a víz, és újra folyékonyá válik, teljesen más lesz a rezgése a víznek. Majd a nappiramisban lévő fénypiramis energetikája, ami össze van kötve a központi nappal és a születendő csillagoknak az energiarendszerével, az is belekerül a vízbe. Tehát, hogyha a boszniai kristályvízről gondolkodunk, ami nálunk egyébként fogyasztható, mert hoztunk haza ebből a vízből, és ugye klónozni lehet vele akár a csapvizet is, és egy 9-10 nap alatt ugyanolyanná válik a kristályszerkezete. Ilyen hatást fejt ki a holdpiramis víz szerkezete az emberi testre. Tehát ez is egy kapcsolódási pont, ami jótékony hatással van az embernek a felemelkedésére. No, akkor mivel nincs olyan túl sok idő, akkor rátérnék a videókra, illetve a képekre. Na, akkor most már csak rendesen meg kéne ezt nyomnom. Hát, hogy valami rossz gombot nyomkodok már megint. Miért nem akar ez nekem elindulni? Arra kell? Ja, bocsánat, én teljesen technikai antitalentű vagyok. Hát így sem. Akkor találni. Itt a János, hogy így is lehet tűntetni. Nem tudom, valaki tudna segíteni, aki jött ehhez? János? Szólna valaki a Jánosnak, hogy jöjjön be, szerintem ki van a felső. Na, most talán, igen, de akkor egy visszafelé segítettem. Most már csak nem akart elindulna. Most már jó lesz, János. Oké. Jó, hát akkor itt fénykódokról beszéltünk. Ezek fénykódok. Tehát ez fénykódokról beszéltünk, ezek fénykódok. Ezek ugye fönn dobogókön készült a felvétel, egy űrhajó hagyta maga után. És akik fenn voltak egy elvonuláson az interneten, illetve közé tettek egy kérést, hogyha valaki tudja, akkor fordítsa le, hogy mi ez.
Hát én lefordítottam ezt a részt, ez azt jelenti, hogy a fénytanács döntése alapján a földbolygó megmenekül. Akikkel beszéltem, és ön voltak a jurtában, egy ilyen többnapos elvonulásról szó, mondták, hogy egy igen gigantikus küzdelem volt a két oldal között azokban a napokban, tehát ez teljes mértékben analóg az én kis fordítási rendszeremmel. No, akkor haladjunk tovább, ez szintén ugyanannak a kódnak a egy részlete. Ugye itt én magam vagyok, ez itt Nyírcsászáriban van Pió atya erekjéjével. Ugye Pió atyáról azt kell tudnunk, hogy ott voltunk előadni Nyírcsászáriban, és akkor még a Miklós előadott, addig én ugye ott kapcsolatba kerültem Pió atya szellemiségével. Ugye Pió atyáról tudjuk, hogy stigmatizált és nem halt meg, hanem alszik, mint a pálosok. Ugye tudjuk, hogy egyszerre több helyen is meg tudott jelenni, neki ez nem volt probléma, tehát hogy a Nyírcsászáriba eljöjjön, neki ez se volt probléma. És akkor megkért engem, hogy rajzoljak le néhány nyitó kódot és szimbólumot a magyarok fény evangéliumához, mert hogy van olyan, amit ő írt, és gyakorlatilag, mivel ő stigmatizált volt, így a vérét belekeverte a tintába. Aki stigmatizálva van, minden esetben Jézus Krisztus vérkódjai benne vannak a vérében. Tehát a magyaroknak van egy olyan Pió atya által írt fény evangéliuma, aminek van egy fizikai teste, amit ő megírt, és én a szimbólumokkal kinyitottam a fénykódokat benne, ami azóta is a magyaroknak az aurájába áramlik. Tehát itt jól látható, nem én készítettem a képet, hanem átküldték nekem, akik ott voltak. Itt teljesen normális barna a bőröm. Mutatom a következő képet. Ez szintén én vagyok nyitás közben. Nyitom a fény evangéliumot, és ez az, amit mondtam, hogy ha valaki a szívéből és a lelkéből és a belső tüzet meggyújtja a lelkében, a belső aurájában lévő kristály szívben és a külső és a belső nap egyesül, akkor világítani kezd az illető. Tessék megnézni, hogy néz ki az arcom. Tehát jól látható a különbség a két állapot között. Igen, ez itt ugye helyszín Bosznia, boszniai obeliszk, ugye itt szintén úgy van, hogy ugye mindig mondja az idegenvezetőnk, hogy hát ugye ott az a lény ott, az a vatkan, vagy nem tudjuk micsoda, azt ugye azért csinálták ezt az obeliszket, hogy megölte a királyt és annak az emlékére. Na hát én úgy gondoltam, hogy ez itt nem vatkan, hanem ez egy földön kívüli hüllő lény. És akkor először oda mentem az obeliszkhez, majd elmentem ott egy kicsit az arrébb az erdőbe, rajzoltam egy szimbólumot, és csináltam egy megidéző szertartást, aminek a következő eredménye lett. Ugye itt vagyok látható én, amikor ott mókolok a fáknál. Majd itt látható az a arany fénycsillagkapu, amin keresztül jön át az a sárkány, aki majd a hölgynek a nyakánál ki fog jönni az obeliszből. Tehát itt a hölgy, hátulra a hölgy egyébként itt ül a nézőtéren, és ott van a sárkány a nyakánál, jól látható, az a rózsaszínes lény. Jó? Egy másik barna aranysárkány szintén, ez kevésbé jól látható, szintén előjött a hölgynek a nyakánál. Aki készítette a fotókat, elkészítettem a lélekkódját, az egyik ennek a kapuőre, a hölgy pedig a sárkányfajokhoz, sárkányrendekhez tartozik. Tehát a hasonló rezgésű a hasonló rezgésűt tudja bevonzani. Itt van kinagyítva a lény. Tehát jól láthatók a fülei, a szemei. Tehát, hogyha az ember dolgozik a szimbólum és a fénykódrendszerekkel, és egy olyan állapotba hozza önmagát, hogy a
lelkereje átullatára múlni, akkor ilyen jellegű rendszereket képes megmozdítani. Ugye Jézus is azt mondta, ha csak annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, hegyeket tudnátok elmozdítani a helyéről. Itt csak az én magam által az én szintemen tartott kis dolgaimat próbálom érzékeltetni, de ha én bennem van, mindenkiben van, csak másféle rendszer van. Megyünk ugye tovább Bucsecs, itt hatalmas, gigantikus piramis. Ugye itt is voltunk nyáron, és a Sphinxnél akkor végeztünk szintén néhány nyitószertartást közösen, szimbólumokkal és hangsorokkal. Ennek az eredménye az a aranyszínű lény, aki ott alul látható, az a gömbforma, aki ott megjelent. Aztán mentünk tovább a busszal. Jó, oké, jó, köszönöm. Tehát mentünk tovább a busszal, elvitt a helyi idegenvezetőnk egy amerikai hadsereg által lezárt, véleményem szerint oldalbejárathoz. Úgyhogy amikor oda megérkeztünk, itt nem látható semmi, viszont egy érdekes dolgot írtam itt le médiumi információként. Ugye azt tudjuk, hogy a Föld kristálymagja, a vezetékek, és az mi szívünk, agyunk, és a csakráink a zenei A hangra vannak ráhangolva. A 432-es hercre, ugye nem a 440-re. És itt van egy olyan kristály erőmű a Bucsecsben, amely a zenei A hangnak az ultra és a szupra hangjait idézi meg, illetve termeli folyamatosan. Itt értettem meg a következőt ennél a rendszernél, az utolsó vacsorának a jelentőségét. Ugye Jézus mit mond? A borra ez az én vérem, a kenyérre pedig ez az én testem, ezt tegyétek az én, igyátok az én emlékezetemre. Jézus sokszor apostrofálja és mondja magát a szőlőtőkének, a szőlőtő. Tehát ez a kristályerőmű és a Földön lévő növények közötti összefüggés jeleníthető meg. A szőlő egy olyan növény, amely a zenei áhangnak a Jézus Krisztusi rendszerekbe való bevezető ultra és szupra hangjait tartalmazza. Az ős búzából sütött kenyér pedig leföldeli ezeket a rezgéseket a Föld kristály magjába az emberi aurákon keresztül, és így válik az ember egy élő fényoszlopá ezekhez a rendszerekhez. Itt az a tó, ami aztán szétteríti a világ összes folyójába és tengerébe, óceánjába ezt a zenei áhang ultra és szupra hangjait. És itt látható az a mennyek kapuja a kolostornak a bejárata, ahol mentünk a harmadik állomásként, ahol a sárkányrendeknek, a vízsárkányrendeknek van a fő lakhelye, mondjuk így, akik a vizelemet áramoltatják be a mi rendszerünkbe. Ott szintén végeztem egy szertartást a barlangon belül, aminek eredményeként megjelent ez a gömb. Tehát ezt is akkor fotózták, nem én készítettem, tehát átküldték nekem az anyagot. Ugye itt szintén már a Bosznia helyszín, Vratnica, Vratnicai tumulus. Ugye ez két kör alakú kis piramis, képzeljünk el, ami között van egy csillagkapu. Ugye Miklós mindig csak az egyikre visznek föl minket, ahol ugye ilyen csodás gyógyulások meg egyebek vannak. Igen, nem, de van ennek egy ikerpárja is, ami egy ilyen magánbirtok, és akkor mindig mondják, hogy oda ne menjünk át, mert probléma lesz belőle. És közte van a csillagkapu. És akkor ugye nekem mondták, hogy menjek már át, mert lenne ott dolog, tehát át kéne menni fényképezni, meg írni, meg egyéb dolgokat. És akkor ugye elkezdtem fényképezni, és gyakorlatilag a csillagkapunak az energiája, hogy tükrözi
az alsó és a felső világot, ez látható a képen. Tehát fönt a levegőben nem látszott semmi. Mégis látható az alsó világnak a tükröződése ott fönt. Aztán még egy. Itt már ugye látható a piramisnak az éle is, a fa alatt, ahogy megjelenik a holografikus fénypiramis. Itt jobban látható. Tehát mit kell akkor még a piramisokról és az ember kapcsolatáról megállapítanunk? A piramisoknak is van aurájuk. És a benne lévő elemek, óriási fémkészletek, ásványok, arany, ezüst készlet, az gyakorlatilag egy alapot ad, és kristálykészlet a nem földi elemeknek a működtetésére és becsatlakozására. Ennek az eredménye például ez a holografikus fénypiramis, ami megjelenik a csillagkapuban. Itt szintén az a kép, itt többet betettem. Itt nagyon jól látható megint a csillagkapunak az íve, ahogy tükröződik a felső és az alsó világ. Semmi nem volt látható a levegőben, szabad szemmel. Itt szintén látható, hogy összeérnek a dimenziók. Ez itt a hóerdő, és akkor ugye ott van ez a kis fekete, vagy sötétkék lény. Ugye a hóerdő arról híres, hogy ott mindenféle szellemi lények, meg földön kívüli lények megjelennek. Hát sikerült Lencse végre kapni egy ilyet. Ezek itt tündérek kinagyítva, befotóztak az erdőbe, és gyakorlatilag ott a fán ücsörögtek. Ugye Erdély az tündérország, Tündér Ilona országa, nagy boldogasszony országa, a magyarok nagy boldogasszonya. Ez itt a Szent Mihály templomnak a Jézus szobra. Szerintem az egyik legszebb Jézus szobor, amit valaha láttam. Kolozsvár. És ez olyan szempontból érdekes, hogy bementünk a csoporttal, és hát én nagyon közeli kapcsolatban vagyok Jézussal. És mondom, nem mindig csak őtől kell szeretetet kérni, mondom, én is adok Jézusnak szeretetet. Megálltam a szobor előtt, és nézzétek a szemét, megelevenedett a szobor, még szempillája is van. Úgyhogy én magam és a csoport is ott sírtunk a szobor előtt. És minél többen mentünk oda, annál fényesebbé vált a szeme. Látható az a sárgás, fehéres rész ott az, a színes részében a szemének az egyre ugye szélesebb lett. Hát ennyi látható most itt belőle. Így néz ki a szobor. Idő van? Nagyon gyors leszek, itt elindítom, ugye azt mondták, még egyszer rá kell. Bocsánat, visszamegyek. Akkor... Ez egy Bánfi Hunyad fakazettás templom, orgonája. Mondták, hogy oda nem lehet fölmenni, na akkor mondom, hogy rögtön oda megyek, mert ott lesz valami érdekes. És gyakorlatilag ilyen fénykódokat áraszt ki magából az orgona. Tehát jól látható, ugye? Változik a színe is. És ebből egy rövid videó részlet. Akkor ez egyébként egy 8 perces videó, de mivel nincs idő, ezért muszáj vagyok tovább lépni. De gondolom jól látható, hogy mi történik ott, ugye? Még a templom ablakok is rezegnek a fénytől. Tehát, hogy tudni kell, egy ilyen ősi helyre bement templomban, akkor hogy néz ki egy ilyen dolog, amikor bemegy oda egy hívő. Aztán itt egy ilyen ősi kalotaszegő viselet, szintén a kis hölgynek, mint adóvevő rendszer a fején a dolog. Na, ez egy érdekes dolog, erre egy percet szánunk még. Ez a nagyváradi templom. És ugye ezek a kazettás ablakok. És akkor mondtam, hogy hát akkor... közelebb megyek már, hogy kik azok a lények, vagy mik azok a lény, meg Jézus miért kellett keresztre feszíteni. Hát itt látható ez, hogy miért. Kijön az a villám energia a keresztből, és azt is láthatjuk, hogy ki táplál ott alul, ugye? Aztán már az illető lény fürdik is ebben, az úgynevezett lus energiának hívják ezt, ugye? Amivel megcsapolnak minket.
minden egyes teremtési pillanatban, amikor a megfeszített Jézus látjuk, újra teremtjük ezt a szenvedésbeli állapotot, ezért sose lássuk Jézust így. És itt a végére hagytam ezt a videót, ami szintén a nagyváradi templomnak a elzárt részén, de egy áldó Jézus képből jön elő. Egy rövid részlet lesz ebből, nézzétek meg, majd lesz olyan, amikor nem lehet a fénykódoktól a képet látni. Nézzétek, már most sem nagyon lehet. Nem. Most bocsánat, itt kicsit bénázok még. Akkor azt a részt fogom lejátszani, ahol már tényleg olyan sűrűvé válik az energia, ami kijön a képből, hogy nem látható lesz a kép. Pici türelmet kérek még mindenkitől. Köszönöm szépen. Na most. Látjátok, ugye? Tehát akkor Jézus itt van közöttünk, és így ontja ránk az élet fényét, és az újjászületési fénykódokat, jó? Úgyhogy ezt szerettem volna a végére, hogy lássátok, hogy ez filmre vehető és megtapasztalható a mai világban is. Köszönöm szépen, én akkor le is állítom a videót. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor búcsúznék egy szívcsakranyító fénykód hangsorral. Röviden. Azuahal szilahajúr takannasz. Duhal tumia rutar silingandumar tikatuharatur salamur an tikalar tikasu alui anachtilalas masu yahnarut Sitakach talarua manach. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt gondolom, hogy libabőrös mindenkinek a háta, enyém biztos. Nagyon köszönöm, érdekes volt nagyon, amit mondtál, és köszönjük szépen, hogy emelted a színvonalat a előadásnak, illetve a konferenciának. Most 3 perc szünet a 10 perc. Jó? Elnézést, hogy nem van. Jó? Úgyhogy gyorsan a víziókat rendezzük le, és a